Süllyedő hajó, értékrendválság, hatalmi harcok, ilyen kifejezésekkel illette volt pártját Volner János. A Jobbik egykori alelnöke azután beszélt erről az M1-en, hogy a párt korábbi vezetőarca Vona Gábor két napja hivatalosan is otthagyta a pártot. A Jobbik körüli fejetlenséget az is fokozza, hogy Jakab Péter bejelentette, visszalép az elnökjelöltségtől. A november 9-ére tervezett tisztújítást, ezért csak jövő tavasszal tartják meg. Mindenki igyekszik a Jobbik nevétől megszabadulnia. Mindenki menekül a süllyedő hajóról, így jellemezte a Jobbik jelenlegi helyzetét a párt egykori alelnöke az M1-en. Volner János úgy fogalmazott, a Jobbik értékrendválsággal küzdik. Az látszik, hogy eltűntek azok az ideológiai különbségek, amelyek korábban elválasztották a pártot a balliberális oldaltól. Létrehoztunk egy politikai ellenkultúrát, amely harmadik pólusként jelent meg a magyar politikában. Itt most már nincs erről szó, itt már a demokratikus koalíció, a liberálisok és a Jobbik között egy nagy koalíció jött létre, ahogy az önkormányzati választásokon is láthattuk. Volner János szerint a párt egykori vezetőarca, Vona Gábor sem akarta már felvállalni a Jobbikot. A volt pártelnök két napja jelentette be, hogy hivatalosan is kilép a Jobbikból. Távozását azzal indokolta, hogy olyan dolgokkal szeretne foglalkozni, ami nem fér bele a párt politikai keretekbe. Arra is kitért, hogy nem lenne elegáns minősíteni a Jobbik mostani politikáját, és mint mondta, ennek semmi köze a kilépéséhez. Közben Jakab Péter közösségi oldalán jelezte, hogy visszalép az elnökjelöltségtől, mivel az országos választmány nem támogatta az új elnökség mandátumának 2,5 évre hosszabbítását. A párt ezért most elhalasztja, és csak jövő tavasszal tartja meg tisztújító kongresszusát. A frakcióvezető 3 nappal ezelőtt még kész programról beszélt az ATV műsorában. A párt irányváltására és a kudarcra vonatkozó kérdésekre azonban Jakab Péter már nem volt hajlandó válaszolni. A színeváltozás, gondolkodásmódváltozás, amin a Jobbik átment az elmúlt néhány évben, bizonyos szempontból azt gondoltatná néhány emberről, hogy a nemzeti jelleget is elvesztették, nem csak a szélsőségeket. Nézd, a Pongrácz Gergely átadta nekünk a lyukaszászot, és ezt büszkén visszük tovább. A műsorvezető ezután ismét megkérdezte, hogy hova lett a Jobbik nemzeti jellege. Jakab Péter erre is kitérő választ adott. A frakcióvezető úr egy mondattal sem válaszolt a kérdésemre. Hova lett a nemzeti jelleg, ha azt úgy gondolják néhányan, például a Pongrácz örökösök, hogy elvesztették? Imádjuk a hazánkat, és ezt senki nem vitathatja el tőlünk, a hazaszeretetünket. A jobbikos politikus úgy fogalmazott, hogy tiszta a lelkiismeretük, és bízik abban is, hogy megmarad az ellenzéki összefogás. Volner János ugyanakkor a közmédiában emlékeztetett rá, hogy a Jobbik népszerűsége egy év alatt 14%-kal visszaesett. A most esedékes tisztújítást pedig egy hatalmi harchoz hasonlította. Van a pártnak, a frakciónak, a pártalapítványnak egyaránt körülbelül 2,7 milliárd forintos éves költségvetése, és Neider Tamás és köre szeretné ezt a hatalmat még legalább jövő tavaszig, amíg a mandátumok le nem jár, megőrizni. Jakab Péter ezt időben megpróbálta megszerezni, ő erre most egy kísérletet tett, de ezt visszaverték. Szeretük volna megkérdezni Vona Gábort kilépésének okairól, a volt pártelnök azonban nem vállalta a beszélgetést. Kerestük a Jobbik sajtóosztályát is, hogy beszélgetésre hívjuk Jakab Pétert az elnök jelöltségével kapcsolatban, de adásunkig nem reagáltak.